Ez az egyik hazai műszaki árucikkeket forgalmazó üzletlánc webshopja. Ezeket a termékeket az áruházlánc boltjaiban is meg lehet vásárolni. A karácsony elmúlásával előfordulhat, hogy a nem tetsző vagy a több egyforma ajándékot vissza akarják cserélni a vásárlók, azonban érdemes tájékozódni a lehetőségeket meghatározó szabályokról, mielőtt bárki visszavinné a fölösleges terméket. Fontos azt tudni, hogy a kereskedőnek csak akkor van kicserélési kötelezettsége, hogyha hibás a termék. Tehát, hogyha kaptunk hármat, vagy nem piros pulóvert szerettünk volna, hanem sárgát, akkor nem kötelező. Tehát célszerű éppen ezért megőrizni a blokkot, valamint, hát ez már ilyen eső után köpönyek, de vásárlás előtt a kereskedővel, ha egyeztetünk, hogyha nem jó a méret, nem jó a szín, akkor is visszacseréli-e, abban az esetben ezt mindig írassuk rá a blokk hátuljára, hogy legyen róla írásos bizonyítékunk, és akkor ilyenkor a nem tetsző vagy nem megfelelő ajándékot nem hibás termék esetén is vissza tudjuk cserélni. Az online vásárlásoknál azonban más a helyzet. Ott 2 hét van a vásárlástól való elállásra, a vállalkozásnak pedig ugyanolyan módon kell megfizetnie a vásárlás ellenértékét, ahogyan azt a megrendeléskor kapta. Online vásárlás esetén jó, hogyha az utolsó pillanatban érkezik meg az ágru, mert abban az esetben még van 14 napunk arra, hogy elálljunk a szerződéstől. Itt nem kell indokolni az elállást, de lényeges kérdés az, hogy írásban történjen meg, és egyidejűleg az árut is vissza kell küldeni. Fontos tudni azt a fogyasztónak, hogy az áru visszaküldésének a költségei elállás idején azt a fogyasztót terhelik. Viszont mindazt az összeget, amit ő befizetett az áruért, tehát ha mondjuk nem volt ingyenes a szállítás, akkor azt az összegesít is meg kell, hogy kapja elállás esetén a vállalkozástól. A külföldi webáruházak esetén az Európai Unión belül működő shopoknál azonosak a vásárlók jogai, azonban a kínai és egyéb EU-n kívül működő áruházak esetén nincs ilyen szabályozás, így a lehetőségekről mindig az adott webshop honlapján érdemes tájékozódni.